Amikor a polgármester asszony vendégünk, akkor soha nem mehetünk el a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei program mellett, hiszen ugye a programigazgatója, ötletgazdája. Hogyan készülnek az idei évre? Mi lesz majd a kiemelt téma? Áruljunk el néhány dolgot a részletekről majd a mi jelentkezőknek. Készülünk az évre is, már 104-105 településünk van, aki eddig csatlakozott a programhoz. Vannak lemaradók, akik eddig elfelejtették meghosszabbítani a tavalyi együttműködési megállapodást. Velük újat fogunk majd kötni, ezeknek a megtétele történik és zajlik a napokban. Illetve már vannak olyan települések, ugye mondtam, hogy 104-105 településünk van, akik már megkötötték az együttműködési megállapodást, vagy meghosszabbították a tavalyit, és készülnek a program meghirdetésére. Ennek az előkészületei folynak, bekérjük a településektől azokat az adatokat, amikkel majd meghirdetik helyben a legszebb konyhakertek programot, és megtörténik a program kiírás ismertetése a települési kertesekkel is, ami én úgy gondolom, hogy vonzó lesz és csábító lesz, hogy jelentkezzen mindenki a szép konyha kertjével. 2023-nak a kiemelt témája a komposztáljunk, használjunk komposztot, mert szeretném, hogyha ezt komolyan venné mindenki. Tudom, hogy mindenki komposztál, de azért a komposzt készítésnek is megvan a maga tudománya. Nem mindegy, hogy milyen komposztot készítünk, hogyan készítjük azt, és majd, ha elkészült, akkor hogyan használjuk föl. Én nagyon szeretném, hogyha tudatos komposzt készítők lennének a kertesek, ez majd fogunk az interneten, Facebook és a weboldalunkon segítséget is nyújtani, hiszen többféle komposzt van. De nagyon szeretném, hogyha igazi gazdag vegyes komposztok készülnének, ahová tulajdonképpen minden olyan növényi hulladék bekerül, ami a komposztnak az alkotóeleme lehet, tehát nem lehet főtételt beletenni, nem lehet feldolgozott élelmiszert beletenni, és hát nyilván kerülni kell a károkozókkal, korokozókkal, fertőzött ágakat, növényi részeket is. Tehát odafigyelést igényel a komposztálás is. Ebben segítséget kell majd nyújtanunk a kertészeknek, főleg azoknak, akik ugye ezt most kezdik majd el. És szeretném, hogyha a komposztot nem csak úgy használnák, hogy hát elültetek egy cserép növényt, és akkor adok bele egy kevés kis komposztot, hanem szeretném, hogyha többféleképpen használnák, talajtakarásra például, vagy esetleg úgy, hogy ásás-kapálás nélküli kertet alakítanak ki, amit egy vastag komposztréteg ráhordásával kell elkezdeni, és az később egy különleges kezelést és odafigyelést, kertművelést igényel. Ezekben nekünk azért segítséget kell majd nyújtani a kerteseknek. Tehát én azt kérem mindenkitől, és arra buzdítok mindenkit, hogy komposztáljanak, lehetőleg minél több értékes növényi hulladékot használjanak be a komposztba, és ne dobják azt ki, hiszen értékes tápanyagot jelent majd a földnek, és hogyha megérett az a komposzt, akkor használják minél sokrétűbben azt a kertbe, és nem műtrágyával gazdagítsák a földet, hanem forgassuk vissza a növényi hulladékot, és akkor így megteremtjük az egészséges körforgást, és egészségesebbé tehetjük, gazdagabbá tehetjük a talajunkat is. Az elmúlt év hősége után, ugye, ami a nyári időszakban volt, mire kell, vagy mire lehet talán jobban odafigyelni, ugye, az említett ötleteken túl, mivel tudná bíztatni a kerteseket? Hát tulajdonképpen azzal, hogy válasszák meg azt, hogy hová, milyen növényeket ültetnek, bár én úgy gondolom, hogy egy gyakorolt kertművelőnek ezt nem kell mondani, de az biztos, hogy nagyon sok régi 10-20-30 éven, akár 50 éve kertművelőnek is azért át kell értékelnie, és át kell gondolnia sok mindent. Nekem már tavaly jöttek a visszajelzések, egészen pontosan Budaörsről, hogy az egész kertet át kell tervezniük, hiszen egy déli lejtőn volt az őszi barackosuk, és amellett volt a zöldséges kert. És sajnos most már az őszi barack sem bírja a déli lejtőt, mert egyszerűen leperzselődnek a barackfa levelei, nem érik meg a termés, összehasonlódik a fán, tehát valamit tenni kell. Én úgy gondolom, hogy ez a jelenség és ez a rendkívüli éghajlati változás, amiben most ugye részesünk van,
amiben részesülünk, átgondolást igényel minden gyakorolt kertművelőtől, mert amíg tűzőnapra lehetett tenni egy bizonyos növényt, most nem biztos, hogy már azt kibírja, hiszen nem 30 fok van maximum a napon, hanem sokszor 50-60-70 fok is van. Az én lányomék építési vállalkozásban dolgoznak, és 78 fokos hőmérsékletet mértek, ahol nem lehetett betonozni, nem lehetett dolgozni, falat festeni, mert hogy ebben a hőmérsékletben ezt nem lehet megtenni. Most ugyanez igaz sajnos a növényekre is. Tehát a napos helyek azok most már vagy árnyékolást igényelnek, vagy növényel, vagy valamilyen más módon, vagy pedig azt kívánják meg, hogy ne olyan növények kerüljenek oda. És itt egy másik probléma is fölmerül, hogy azok a növények, amik eddig nem kaptak helyet egy magyar kertben, most már lassan helyük lesz. És lassan most már a leandert sem kell elvinni, teleltetni, ha így folytatjuk, hiszen az a hőmérséklet, ami most volt télen, én úgy gondolom, hogy egy déli kis védett sarokban lévő, kint lévő leandert nem ringatta volna meg, nem fagyott volna meg. És ez igaz a déli gyümölcsökre is, a fügére, a kivire. Eddig csak kuriózum volt, hogyha valakinek kivifája volt. Gondolok Szegeden Farkas József kertművelőre, aki életműdíjas és egy kivi erdőben él Szeged belvárosában. De neki speciálisan négy oldalról zárt kertje van, ahol a védettség megvolt. Most én úgy gondolom, hogy egy kivifát, egy kivicserjét, mindegy, hogy milyen növekedésűről beszélünk, be lehet most már ültetni egy napos helyre, hiszen van létjogosultsága. Ugyanígy elterjedőben vannak a fügék is. Régebben tényleg ritkaság számba ment, hogyha valakinek volt fügefája, fügebokra, de most én úgy gondolom, hogy lassan már minden háztartásban, minden kertben lesz. Tehát ezeket is át kell gondolni, hogy olyan növényekben gondolkodni, amik bírják ezt a felfokozott és borzasztó nagy hőséget, ezt a tűző napot, és nem égnek meg, mint a legtöbb növény sajnos megég. Az és nem bírja. Évek tapasztalatai alapján a fiatalok mennyire vonhatók be a programba? Mi a tendencia? A fiatalok szeretnek kertészkedni, főleg, hogyha elismerést kapnak érte. Én indulok a bölcsődés óvodás gyerekektől. Én mindig is büszke vagyok arra, hogy Karcag minden óvodája benne van a kertprogramban, és szép kertekkel neveznek minden évben, és már többszörös országos díjasok az óvodás kertjeink. Az óvodás gyerekek nagyon szeretik ezt a kertészkedést, és haza is viszik. A legjobb korban kezdik el. Legjobb korban kezdik el, hiszen óvatlanul is megtanulják a csínyát, bínyát. Nem kell aztán az interneten böngészni és onnan okosodni, hanem gyakorlatban lesik el a tennivalókat, és ez a legjobb, ez a legmaradandóbb tudás, én úgy gondolom. És a legpraktikusabb is, hiszen azokat a praktikákat, amiket nem lehet mindig az internetről megtalálni, meg tudják szerezni a szülőktől, nagyszülőktől, dédszülőktől gyakorlati kertészkedés közben. És a gyerekek hazaviszik, ahogy már említettem, a kertművelés, kertészkedés szeretetét, és feladatul adják a szülőknek, hogy konyhakertet kell kialakítani. És a szülőnek ha tetszik, ha nem, kertet kell csinálni a gyermek számára, és így nagyon sok 20-30-40 éves elkezd kertészkedni, ez nagyon jó dolog. És ezt én úgy gondolom, hogy ha az iskolában tiszteletben tartják, akkor ezt tovább lehet vinni. Sajnos az iskolákban kevesebb a konyhakert, bár van iskolakert mozgalom is, de még mindig nem érzem azt, hogy amit az óvodában elkezdenek, azt egy az egyben viszik tovább az iskolába. Én szeretném, hogyha ez töretlen folyamat lenne, és az iskolások legalább olyan nagy lelkesedéssel kertészkednének, mint azt tették óvodáskorukban. De a középiskolások is szeretnek kertészkedni, hiszen nagyon sokan jó bulinak tartják, ami egyébként tényleg az is, mert dolgoznak, de együtt vannak, nevetgélnek, beszélgetnek, aztán lehet, hogy söröznek egyet, vagy piknikeznek egyet. Jó kis közösségépítés. Igen, jó kis közösségépítés, de én nagyon örülök annak, amikor Karcagon azt mutatják meg nekem, hogy van egy zárt kert, fiatalok művelik, és az előkertben, tehát az átkert elő részén, az első traktusban kialakítanak egy kis pihenőkertet, és akkor ott vannak a bulik, vagy ezt teszik a közepére, vagy a végére, teljesen mindegy, de egy a lényeg, hogy a
a zöldséggyümölcs mellett ott vannak ők is, és ők is élvezik és használják a kertet. És hogyha már kint vannak, akkor kihúzgálnak egy-két gyomot, megápolják a növényeket. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó út, és így lehet élvezetesen és örömmel kertészkedni. Tehát a kertészkedés mindig is örömet okoz mindenkinek, és én azt tapasztalom, hogy a kamaszoknak is örömet okoz. És az nem igaz, hogy a fiatalok nem szeretnek dolgozni. Szeretnek dolgozni, szívesen csinálják, és nagyon is büszkék az eredményre. Büszkék arra, hogy a kertben leszedett zöldséget, gyümölcsöt használják fel, mondjuk egy-egy buli menüjének az összeállítására, onnan szedik a salátát, a gyümölcsöt. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mind-mind olyan nagyon jó dolog, amit később majd, hogyha családjuk lesz, is fognak folytatni. Még ha nagyon elfoglaltak lesznek, akkor is én azt tapasztalom, hogy egyre több dolgozó és kisgyermekes családban igyekeznek bizonyos időt szakítani arra, hogy tudjanak kertészkedni. Egyrészt, mert akkor együtt van a család, másrészt jó, hogy egészséges élelmiszert, lekövethető, lenyomozható élelmiszert termesztenek, tudják, hogy nem permeteznek, vagy ha használnak vegyszert, tudatosan és odafigyelve szakszerűen teszik azt, illetve együtt töltik a szabadidejüket, és azért ez a pénztárcánál is megmutatkozik, hiszen nem mindegy, hogy megveszek sokszor több száz, majdnem 1000 forintért egy kiló gyümölcsöt, vagy pedig 10-20 kiló gyümölcsöm van a fán. Én megköszönöm a polgármester asszonynak, hogy elfogadta a meghívásokat, és mindezekről beszámolt, és várjuk majd a program előtt is egy stúdió interjúra. Nagyon szépen köszönöm, és a Karcagért pedig számíthatnak arra, hogy az elkövetkezendő hetekben Karcagon is meg lesz hirdetve a legszebb konyhakertek program, és én kérek minden karcagi kertművelőt, hogy ne szégyelje, ne restelje, legyen büszke a kertjére, és nevezzen a kertjével, mutassa meg azt nekünk, hiszen az nagyon fontos számunkra és mindenki számára. Köszönöm szépen!